Az MB2 negyedik fordulójában a fehér szerelésben pályára lépő Nyíregyháza Spartacus együttesét fogadta. A hazai mérkőzéseit az új ideiglenes otthonában Tiszakécskén játszó Ceglédi VS-e. A találkozót Weiser Roland vezette, segítői Punyi Gyula és Márkus Péter voltak. A vendégek léptek fel támadólag, de csak ritkán jutottak el a hazaiak kapujáig. A Cegléd főleg védekezett, így a 90 perc kiemelkedően kevés gólhelyzetet hozott. Nézzük is ezeket sorjában. 11. perc Rezes középtávoli lövését Mulsics magabiztosan hárította. 31. perc Albert ívelte előre a labdát, amit Gyürki elől a kapujából kilépő Jova szerzett meg. 34. perc ismét Rezes veszélyeztette a vasutas kapuját, Mulsics most is a helyén volt. 44. perc Nyira szabadrúgása Tímári elé került. A csatár egyből lőtt, a labda jól tömörülő védők miatt nem jutott el a kapuig. 73. perc Tímári elfutása után Sigér lövését blokkolta Fodor. 80. perc valószínűleg Hornyákot lepte meg a legjobban, hogy a kaputól 10 méterre óriási helyzetben hozzákerült a labda. Azt le is kezelhette volna, de ő inkább lőtt csúnyán fölé. 93. perc a labdát keresztbe vezető Hornyák a 16-osig jutott, majd lövése lepattant a védőkről. Ezzel maradt a 0-0, és ez is lett a végeredmény. A Nyíregyháza végig mezőnyfölényben játszott, de meddő támadásai könnyen kiismerhetőek voltak. A jól és szervezetten védekező ceglédiek mellett így alig akadt komolyabb gólszerzési lehetőségük. A találkozó végül a legigazságosabb eredménnyel, döntetlennel zárult.